Ebben a leckében mutatok egy példát a Bernoulli-L'Hôpital szabály alkalmazására. Ha a deriválás még nem megy neked, akkor először érdemes azt a fejezetet végignézni, hogy megértsd a deriválási lépéseket. Most nem részletezem annyira a deriválást, hanem inkább a határértékszámításra koncentrálok. A példában a koszinusz x mínusz 1 per x négyzet függvény határértékét kell megvizsgálni, miközben x tart nullához. A koszinusz értéke nullában 1, szóval a számláló 1 mínusz 1-hez, azaz nullához tart, a nevező pedig szintén nullához tart. Tehát 0 per 0 típusú határértékről van szó. Ilyenkor alkalmazható a Bernoulli-L'Hôpital szabály. Külön kell deriválni a számlálót és a nevezőt, majd venni kell a hányadosukat. A számláló deriváltjával kezdjük. Az egyet, mint konstans deriválva nullát kapunk, a koszinusz x deriváltja pedig mínusz színusz x. Ezt kell osztani a nevező deriváltjával, az x négyzet deriváltja pedig 2x. Polinomként a kitevővel kell szorozni, és utána a kitevő egyel csökken. Tehát a mínusz színusz x per 2x határértéke ugyanannyi lesz, mint az eredeti határérték. Nullában viszont ez is még problémás kifejezés. 0 per 0 típusú a határérték, mivel a színusz x is nullához tart, és az x is nullához tart. Persze ismerjük a színusz x per x nevezetes határértékét a nullában, de most ne használjuk fel, helyette használjunk még egy átalakítást Bernoulli-L'Hôpital szabály alapján. A 2x deriváltja 2, a színusz x deriváltja pedig koszinusz x, tehát a mínusz koszinusz x per 2 függvényt kell vizsgálni. A nevezőben a 2 önmagához tart, a számlálóban pedig a koszinusz x tart 1-hez, azaz a számláló tart mínusz 1-hez. Tehát a hányados tart mínusz 1/2-hez. Ez azt jelenti, hogy az eredeti kifejezés is mínusz 1/2-hez tart.